A nyár utolsó napján, péntek délelőtt is megtelt a búzatéri piac. A zöldségek ára nyár közepén is drága volt. Most a hagyma ára 200-250 forint körül alakul kilogrammonként, a sárgarépa ára kilónként pedig átlagosan 350 forintba kerül. Az alma árak is változatosak, a kisebbeket 100 forintos kilogrammonkénti áron lehet megvásárolni. Van gála magyar alma 150 forintért, a normál méretű gyümölcsök árai pedig inkább a 250 forintot közelítik a legtöbb standnál. Akik visszajönnek, azok azért jönnek, mert az ár is, meg a minőség is megfelel. Ahhoz viszonyítva, ahol a nagyáruházak vannak, ahhoz viszonyítva olcsóban árulunk. Nyár közepén magas áron lehetett barackot kapni. Ez a nyár végére sem változott. A legtöbb helyen a normál méretű gyümölcs kilogrammonkénti ára 300-350 forint. Kisebb fajtákat lehet 250 forintos áron venni. A szőlő szinte mindenhol egyárban van, de a termelők azt is kiemelték, mindig a piaci kínálat szabja meg, hogy mekkora összegért tudják eladni a termékeiket. A sasszaszőlő 450, a másik szőlő az 4, és van 350-es is. A piacon már sütőtököt is árulnak. Ezek a fajták még nem jók kifejezetten sütésre, inkább krémlevesnek lehet felhasználni. Ezt Krajec László nétermelő mondta, aki ezen kívül szőlőt, szilvát és barackot is árul a standjánál. Hozzátette, augusztus végén még nem jellemző, hogy már sütőtököt is tudnak árulni. Nem szoktuk ilyen korán árulni, most nagyon nagy volt a szárazság. Szinte egész nyáron alig esett az eső, nagyon sokat kellett locsolni. A töltségek is, hogyha nem volt becsepegtető csövezve, akkor nem tudtak olyan egyenletesen növekedni lefelé a talajba, hanem ágasbogasok lettek. Tehát van olyan tanyánk, ahol nem tudtunk úgy locsolni. Elég szép vastag a zöldség, de nem olyan egyenes. A homok területen ott viszont, ahol közel volt, ott locsoltunk jobban, ott egyenesebb, de ott viszont nem lett olyan vastag. Az árusok egész héten várják a vásárlókat, de a kifejezett piacnapok szerdán, pénteken és szombatonként vannak.